Telefonon kapcsolni Los Angelesbe Hasulyó János újságíróhoz. Jó estét kívánok önnek, vagy ott jó napot, ahol ön van, mert hogy nem messze van a lövöldözés helyszínéről. Mik a legfrissebbek, mit tud ön? Tehát a szituáció az egyébként alapvetően, hogy a szemben áll Nino, egy tudni kell azért egy nyugodt környék, tehát igazából nem jellemző a környékre ez az akció, és hogy hermetikusan természetesen le van zárva a környék, tehát kamerákkal nem igazán lehet oda menni, természetesen helikopterekről ugye forgatnak a televíziós távok. Amit tudni lehet, hogy a rendőrség egy fekete sport haszongépjárművet keres, a lövöldözés helyszínét ez ugye elhagyta. A szemben álló szociális segítő központban történt ugye ez az esemény. Hozzávetőlegesen 20 ember sérült meg, 3-at nyilvánítottak halottnak. Az áldozatok száma még ez nem biztos, korán sem egyébként, tehát ez még ugye ez ilyen gyakorlatilag találgatás gyakorlatilag, de a 3 embert ugye azt halottá nyilvánították. A rendőrség délelőtt 11-kor értesítették, és 12:49-kor a helyszín még aktív volt, egyébként amit tudni lehet, és a tettesek teljes fegyverzettel vannak, illetve voltak felfegyverkezve, de igazából nem tudják még, hogy pontosan beazasztott kik voltak. Egy ember, akinek a felesége a központban dolgozott, azt mondta, hogy legalább egy fegyveres ember becsétált és tüzet nyitott rájuk. Csak segítsen nekünk, azt mondja, hogy 12:49-kor még aktív volt, tehát az azt jelenti, hogy bő negyed órával ezelőtt még aktív volt a helyszín, így mondják a rendőrök, tehát üldözték a támadót, nincs meg most sem a támadó. Így van, így van. A rendőrség a helyszínt és a környező utakat, a közközöket lezárták, tehát azért nem is lehet oda menni kamerával, természetesen csak ugye helikopteres, gyakorlatilag televíziók vannak a környéken. És mindenki felszólaltak nyilván, hogy fokozottan, óvatosan közlekedjenek ugye a nagyobb térségben is, és hogy gyakorlatilag a lakásokban ugye vigyázzanak nagyon, nehogy megpróbálnak elrejtőzködni. Tehát végülis még most a sötétben tapogatóznak, úgy néz ki a rendőrség, illetve a hatóság. Hát egy biztos, hogy nagyon felkavarta egyébként a helyieket ez a történet, hiszen mondom, hogy ez egy alapvetően ugye egy olyan övezet, ami azért egy nyugodt, abszolút nyugodtan mondható, nem jellemzők ezek az ilyen típusú akciók. Találhatják, hogy miért pont a szociális központban történt ez egyébként. A maga központnak 25 dolgozója van, könyvtár és konferencia termei. Nyilván a később fog kiderülni, hogy ez egy milyen típusú akció volt, tehát hogy ez akár egy terrorakció keretében valósul meg, vagy valakinek esetleg egy korábbi sérelmét próbálja megtorolni ezzel az akcióval. Tehát valójában igazából mi mindenki csak tapogatózik, tehát konkrét információk nincsenek. Nyilván az összes amerikai média ugye most ezzel foglalkozik, de a rendőrség is ugye végül is nagy erőket bevette, próbálja mi hamarabb megtalálni ezeket az embereket, hiszen fel vannak fegyverkezve, és úgy néz ki, hogy bármire képesek. János, nagyon szépen köszönöm egyelőre.